Virágporral, propolisszal, mépempővel és akácmézzel utazott a felvidéki testvértelepülésre, Érsekkétyre, a magyarországi méhészeti szokásokat, hagyományokat népszerűsítő találkozóra a kécsi delegáció. Egy sikeres pályázat keretein belül nyílt lehetőség az eszmecserére, ahol mindkét település méhészei megosztották tudásukat egymással. Veszem ide ebbe kaptarba, amennyi méh megy, amennyit én gondolok engedem, elveszem, kis kaptart félreteszem, és utána a munkas méh megy vissza, azokat fognak termelni, hagyok egy bölcsőt, és anya maradt tartalékba. Egy úgynevezett visegrádi négyek pályázatán most már második alkalommal indultunk, hál' Istennek mind a kétszer nyertünk, az elsőt nem tudtuk megvalósítani a Covid miatt, a másodikra a gőzerővel készülünk az idén. És hát ki kell találni, hogy mi lesz a következő évnek az apropója, illetve a témája. Pályáztunk egy magyar-magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztése a méhészeti termékek, illetve a méhészkedés témakörben. És ennek az volt a lényege, hogy a felvidéki kécsi méhészek és a kécsi méhészek egy nevezzük így konferencián vesznek részt Érsekkétyen. Ez a délelőtti program, délután pedig meglátogattunk egy méhészetet, és ott pedig azt mutatták be nekünk az ottani méhészek, hogy ők milyen kaptárakkal és milyen módszerekkel gyűjtetik a méhecskeikkel a mézet. Be van téve a rács, ahogy átbújnak rajta, lepotyog a virágpor, és a gyűjtőből esténként összeszedjük. Az érsekkéti rendezvény alprogramja volt a méhészeti találkozó, ami egy főzőversenyhez kapcsolódott. Egy-egy kis üveg mézet osztottunk ki. Most erről a mézről tudni kell, hogy ez idei akácméz. Ezen a vidéken, ahol voltunk, illetve azon a vidéken, ahol voltunk, ott nem nagyon van akác, és nagyon örültek, hogy pont ilyen fajta mézet vittünk, és hála Istennek sikerült meglepnünk a érsekkéti vendégeket. 2023-as visegrádi pályázatunk fő csapás iránya a méz lesz, mivel a két kéty elég összemelegedhet ilyen téren, és mindenki lát abban fantáziát, hogy egy még jobban megpromótált, még jobban kiterjesztett programot találjunk ki. Itt arra gondolok, hogy itt már nem csak a mézet mutatnánk be itt Magyarországon jövőre, hanem a mézből készült ételeket, illetve a méz az egészségre tett hatásával is foglalkoznánk, és amit a mézről tudni lehet, amit a mézről tudni kell, illetve a méz, mint olyan, illetve a méhészet, mint olyan érdekesség lehet annak az embernek, aki még ilyennel nem foglalkozott, ebből szeretnénk összeállítani egy szép napot. Természetesen az pedig ha minden összejön, a negyedik kolbásztöltő fesztiválunk kísérő programja lesz majd. A felvidéki méhészetben sok új és hasznos dolgot tanulhattak a mesterségről. Szakmai részéről azt tudom elmondani, hogy érdekes, egyszerű kaptárral dolgoznak, Hunor kereten, ezt itt van a méhészek ismerik. Akácuk van, akác ligeteik vannak ott a szlovák kétyieknek, de nagyon ritkán és nagyon kevés van belőlük nekik. Inkább mezőgazdasági ültetvényekből, tehát repcéből és napraforgóból tudnak pergetni, ahogy mondták a kollégák. Más szereket alkalmaznak mély védelemre, mint mi. Másképpen alkalmazzák, ez érdekes volt. Nagyon jó szívű emberek, azt mindenképpen el kell mondanom. Viszont van egy kis probléma, ami az itthoni méhészektől eltér, az, hogy nincsen nekik igazából komoly szakmai érdekképviseletük. A méhek igen érzékeny állatok, egyes növényvédőszerek és az atkák is az ellenségeik. Gyógyszereket néztünk, amiket mi nem ismertünk. Atkagyérítésre használt gyógyszereket, amiket mi nem ismerünk. És egyébként most így a helyzet miatt, a nemzetközi helyzet miatt nem tudnak beszerezni sajnos, tehát kipróbáltuk valami is itthon. De egyébként olyan hatalmas nagy különbségek nincsenek. Kicsit az éghajlat az látszik, egy kicsit, hogy följebb vannak éjszakabbra,
Nagyon jó az egyszerű ez a kaptárjuk. Sokféleképpen lehet csinálni. Nagyon, mindenképpen nagyon érdekes volt ellátogatni. Nagyon jó szívű, nagyon emberekkel beszélgettünk. A méznek köztudottan jótékony hatása van az emberi szervezetre, egyes méhészeti termékeket a meddőség ellen is használnak.